Azonnali hatálya a szerződésbontot a Román Latovljevicssel és Grozavval a Kisvárda Mastergood. Előbbi nem lépett pályára az NB1-es csapatban, a 29-szeres román válogatott Grozav viszont 12 gólt és 8 gólpassz jegyzett 37 magyar élvonalbeli meccsén. A tegnapi napon meg kellett volna jelenni a csapattal együtt a klubház területén, és a stadion területén, ezt nem tette meg, és kiderült, hogy elmúlt hét szerdán korán reggel elhagyta a várost, barátnőjével, illetve a Latovljevicsével, két külön autóval elmentek haza Romániába, most pedig ismereteink szerint nem tudtak bejönni. Nem jelezték, nem kérték ki magukat, nem is tájékoztattak senkit, teljesen titokban egy olyan fertőzött területre mentek, ahonnan, ha visszajönnének, minimum kéthetes karantén kellene vonulniuk, ráadásul óriási bizalmatlanság lenne a játékosok, vezetők és személyzet tagjai felé. Ezt a felelőtlenséget nem tudtuk tolerálni, megengedhetetlen, ezért egy oldalú szerződésbontás eredményezett. A kisvárdai klub vezetői kedden csapatgyűlésen találkoztak a labdarúgókkal. Az új információkat osztottuk meg velük, illetve kíváncsiak voltunk az ő állapotukra, az ő helyzetükre. Egy picit egy hangulat oldó és a depressziójukat csökkentő megbeszélés is volt ez, amelyen kifejezték a szándékukat, hogy mindenképpen szeretnének edzeni, minél hamarabb játszani. Anyagi kérdésről nem esett szó. Azt gondolom, hogy annak is eljöhet később az ide, de egyelőre mi próbálunk kitartani. A szponzoraink, a tévés bevételeink egyelőre lehetőséget biztosítanak a játékosoknak a bérek a kifizetésére. Mint a futballisták beszámolóiból kiderült, az otthon végzett edzések ellenére a játékosok nehezen viselik a bezártságot. Ez a legnagyobb probléma, hogy olyan feszültség van mindenkiben, azért egy olyan magas mozgásigényű játékosról beszélünk, aki több ezer kalóriát éget el naponta magáról, be van zárva a négy fal közé, és tulajdonképpen tehetetlen. Az a mozgás, amit otthon végeznek, az a test karbantartására tökéletes, de komoly fizikai munkát nem lehet végezni, az élsportra ez nagyon kevés. Ha még egy-két hétig otthon maradnak, akkor szinte újra kell kezdeni a felkészülésüket a bajnokságra, amely azt gondolom tökéletes már nem lesz, ráadásul jelentős sérülés veszély is fennáll. Nagyon-nagyon szkeptikus vagyok a folytatást illetően. A felnőtt csapat labdarúgói mellett a Várda Labdarúgó Akadémia fiataljai is csak hazai környezetben tudnak edzeni. Az ő problémájuk sajnos nagyobb, mint a felnőtté. Ráadásul ugye nekik egy új helyzettel, a digitális oktatásra is meg kell barátkozniuk, amely szintén házi feladatként az otthoni szobájukban való feladat elvégzést igényli. Videón egyébként az edzőink nagyon sokat foglalkoznak velünk, sportpszichológusunk is rengeteget beszél azokkal, főleg akik igénylik. Én úgy gondolom, hogy a gyerekek ezt most egy kicsit ilyen kötelező, vagy nyári előrehozott szünetnek tekintik, viszont többen jelezték már, hogy szeretnének kijönni a területre nagyobb pályán edzeni. Egyelőre ezt még nem tudtuk megengedni. Bízom benne, hogy a közeljövőben akár változhat is ez a helyzet, mert hát az ő visszaesésük most az még drasztikusabb lehet egy olyan időszakban, főleg amikor már nagyon komoly bajnoki élvonalbeli mérkőzéseket játszottak, és egyik pillanatra másikra totál leállás következik be, az egy később pályafutásokra akár egy meghatározó visszaesést, egy növekedési görbéjükbe egy súlyos visszaesést eredményezhet. Az európai bajnokságok lehetséges folytatásáról szerdán tart videokonferenciát az UEFA a tagországok részvételével. Csütörtökön a Magyar Labdarúgó Szövetség elnöksége is ülésezik, azt követően ad ki az MLS újabb közleményt a hazai pontvadászatokkal kapcsolatban.